Larissa és Mária éppen az iskolából jönnek ki. A megszokottól eltérően őket nem a szülők vagy a nagyszülők kísérik, hanem Ildikó, aki a máltai segélyszolgálat egyik szociális munkása. A kislányok mosollyal az arcukon várták, hiszen tudják, hogy a délutáni iskolába kíséri őket. Mindannyian sietnek, hiszen szakad az eső. Percnyi gyaloglás után érkeznek meg a segélyszolgálat épületéhez. Leülnek a padokba, és már is hozzáfognak a házi feladatokhoz. Larissa még csak elsős. És az iskolában milyen? Jó. Szeretsz tanulni? Igen. Mi a kedvenc tantárgyad? Izzani, olvasni, meg élni. Az írás olvasása azt szereted leginkább? Meg a játszatás. Larissa egy évvel idősebb nővére, Mária is serényen készíti a matekházit. Hány testvére van? Négy, haton voltunk, csak egy meghalt, kicsi volt, és már nagyon régen volt. És most ötön vagyunk, mert anyukámnak lehet. Anyukák is babák vár? És hava leszek. Közben érkezik a többi gyermek is. Az elemisek korábban, a nagyobbak a hosszabb órarend miatt később érnek ide. A gyerekek főleg az alaptantárgyakból kérik a szociális munkások segítségét. Egyesekkel olvasnak, másokkal számolnak. Aki hamarabb befejezi a leckét, az könyvet is olvashat. Itt ugyanis megvannak a kötelező házi olvasmányok. Amikor már nincs házim, jövök, olvasok, vagy hogyha nem adnak feladatot, hogy csináljak. A délutáni iskolában három szociális munkás foglalkozik a gyerekekkel. Ők felmérik a tanulók családi hátterét, a szülőkkel és az iskolával is tartják a kapcsolatot. Ez a munka igazi kihívást jelent mindannyiuknak. Nehézség az, hogy ezek a gyerekek egy más közegből jönnek, ugye hátrányos helyzetűek, általában szegények, és a viselkedősük is más. És fontos, hogy tudjam letisztázni magamban, hogy ő most épp miért viselkedik így, vagy miért nem. Tehát fontos, hogy tudjam a családi hátterét. A délutáni iskolába naponta önkéntesek is jönnek. Ezek a fiatalok ott segítenek, ahol éppen szükség van rájuk. Ez a negyedik éve, hogy önkéntes vagyok. Most már mint csoportvezető, és nagyon szeretek a gyerekekkel foglalkozni. Szeretek mosolycsalni az arcukra, segíteni rajtuk, és ez engem is boldoggá tesz. A dolgozók és önkéntesek nem csak az iskolai feladatokban segítenek, hanem szabadidős foglalkozásokat is szerveznek a roma gyermekeknek. Bence énekelni tanítja őket. Nagyon szeretik, mindig zsongják, jaj, hadd fogjam meg a gitárt, jaj, add már egy kicsit, Bence, kérlek, szépen gitározzak, én is nagyon szeretik. És ugyanúgy is a zenét nagyon szeretik. A romániai máltai segélyszolgálat szatmárnémeti szervezete az idei tanévben indította a délutáni iskolát. Ide jelenleg 30 gyermek jár, mindannyian romák. A nemzetiség mellett fontos szempont volt, hogy a gyermek ne hiányozzon az állami iskolából. A gyermekek kivétel nélkül hátrányos helyzetű, nagyon szegény családokból származnak. Itt minden nap három fogásos meleg ebédet kapnak. Behoztuk az első fogást, a levest. Imádkoztunk előtte. Megettük a levest a gyerekekkel, és elkezdett újra imádkozni, mikor hoztuk a másodikat. És akkor szóltunk neki, hogy nem, ez egy étkezéshez tartozik, mivel első, másik és harmadik fogás. Szóval nincsenek hozzászokva. A másik az, hogy ők nincsenek ilyen mennyiségű ételhez hozzászokva. A segélyszervezet romákat érintő programja három évet tart. Ezt a római máltai lovagrend támogatja. Ez idő alatt nem csak a gyermekek étkeztetését oldják meg, hanem a tisztálkodásra is gondot fordítanak. Ezen kívül nagy kapacitású mosógépet és szárítót is vásárolnak majd, amely azért szükséges, mert a segélyszervezetnél mossák a gyermekek ruháit is. Most is zacskókban áll a szennyes. Attól függ, hogy fog beválni, hogy lesz eredmény, sikerül-e a 30 gyerekből legalább egyet-kettőt kiemelni, hogy aki megragad az iskolás körülmények között, és próbál tanulni, kiszakadni abból a
társadalmi rétegből, ahová tartoznak sajnos és ahol vannak. Reméljük, hogy fog folytatódni. Tehát nekünk ez a célunk. A házi feladatok végeztével a gyermekek hazafelé veszik az irányt. Larisszát és Máriát most a szociális munkások kísérik haza. A lányok ebben a régi munkás szállóban laknak. Már a tömbház külseje, majd a lépcsőház is azt sugallja, hogy itt mély szegénységben élnek az emberek. Otthon már várják őket. Édesanyjuk az elmúlt napról kérdezi őket. Nagyon jó a tanítónő, és mondja, hogy a kislányok normálisan járnak suliba, tisztán, nincs velük baj, meg hát jobban vannak tanítva, mert hát ugye én nem tudok írni, a férjem megint nem tud írni, olvasni, úgyhogy a Máltánál nagyon sok mindent be tudnak pótolni a gyerekek. A szociális munkások is elbeszélgetnek az anyukával, majd lassan elbúcsúznak a családtól. A kislányok mosolyogva köszönnek el, mert tudják, másnap ismét találkoznak velük kedvelt helyükön, a délutáni iskolában.